Készül a finom, egészséges, hazai, valódi méz. A nyíregyházi általános iskolákban rendszeresen tartanak mézes reggelit, amelynek célja, hogy már a gyerekekkel megismertessék az igazi méz ízét és rendszeres, tudatos fogyasztásra ösztönözzék őket. Ezt a gondolkodást haza is viszik, így a szülők is jobban odafigyelnek később, hogy milyen mézet vásárolnak a boltokban. Erre a szemléletre nem csak hazánkban, az egész világon szükség lenne. A Magyarországon megtermelt méz, azt lehet mondani, hogy 78%-a az európai piacon köt ki. Nekünk ezzel van a legnagyobb bajunk, mert akár Ukrajna, akár Kína, Törökország, bármelyik ország, de az egész világot sorolhatjuk, végülis mindenki az európai piacon akar értékesíteni. Sajnos ide bekerülnek igazi valódi mézek is és hamis mézek is. Hát a hamis mézekkel se mi, se más nem tudja felvenni a versenyt. Itt a mézkeverékek, amik igazából a legnagyobb gondot okozzák nekünk, és még az, hogy most se jutottak el a fogyasztók addig, elnézést, hogy a fogyasztókat bántom, hogy méz és méz között is óriási különbség van. Azért, mert ugyanúgy néz ki, mint a méz, nem tartalmazza azokat az ásványi anyagokat, vitaminokat, ami a mézben vannak. Ezek a mézhamisítványok sajnos állagra ugyanúgy néznek ki, viszont árba töredék részéért lehet megvásárolni. Ezáltal az igazi termelő méhészeket ezzel az árral szeretnék versenyeztetni, amivel lehetetlen. A valódi méznek ugyanis jelentős előállítási költsége van, legyen szó a szállításról, a munkadíjról vagy a méhcsalád fenntartásáról. A laborban előállított termék ennek alig ötödébe kerül. A vámmentesség miatt az olcsó ukrán méz is lefelé nyomja az árakat. A tavaly áprilisi nagybani felvásárlási árakhoz képest idén csak nem 40%-kal csökkent az akácméz felvásárlási ára itthon. Ezek miatt egyre több méhész gondolkodik azon, hogy más jövedelemforrást keressen. Ezáltal viszont a beporzó rovarok mennyisége is csökkenne. Tovább nehezíti a méhészek helyzetét, hogy a fogyasztó, ha szeretne is valódi mézet vásárolni, ránézésre nem tud különbséget tenni az igazi és a hamisított között. Ha a termelőtől veszi, akkor a termelő azért nem fog hamisítani. Az, hogy ott is előfordulhat, hogy amit beszéltünk itt az elején az akácvirágzásról, hogy igenis 1-2% más méz belekerül, hogy az nem tiszta akácméz lesz. Ezzel nem tud a méhész, de az akkor is természetes méz, és nem rizscukorból, egyébből készül. Sajnos csak a termelőtől tudja garantáltan, vagy nézzék a címkét, mert még kiemelhetnénk azt is, hogy a címkézésnek azért óriási jelentősége van. Az, hogy honnan származik EU-n és EU-n kívüli országok mézkeveréke, igaz, hogy az a százalékos arányt, amit el szeretnünk volna érni, hogy kerüljön rá, hogy EU-ból hány százalék méz van benne, a harmadik országból származó méz hány százalék van benne, ezt nem sikerült, de sajnos ezzel óriási becsapódások vannak, mert az, hogyha ezt ráírják, hogy EU-n és EU-n kívüli országok mézkeveréke, az előfordulhat az, hogy 90% EU-n kívüli, vagy mondhatjuk nevén akár kínai méz, és 3-5%-a pedig ténylegesen valóságos méz. Egyes vizsgálatok szerint például a Törökországból érkező méz 93%-a nem felel meg a valódi, organikus mézzel szemben támasztott kritériumoknak.